Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy milyen változások lesznek az életedben, vagy mit kellene változtatnod. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. A képen látható egy körhinta. Én ezt ringlispinek ismerem. Nem tudom, hogy ti ismeritek-e ezt a szót, ringlispi vagy körhinta. Ami azt szimbolizálja, hogy gyakran benne vagyunk ebben a körhintában, és ez forog, és forog, és forog, és nem tudunk kiszállni. És mindig vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor nem érezzük jól magunkat a körhintában, fontos lenne itt megállni, és kiszállni a körhintából. Valamit változtatni az életünkön. Az is előfordul gyakran, hogy jön egy külső befolyás, és ezáltal tudjuk azt, most kell egy változás, mert nem megy így tovább, nem foroghat ez a körhinta állandóan. Meg kell állni, ki kell szállni belőle. Az első kép ott alul bal oldalon, a koporsó, az lehet egy örökösödési ügy is, ami húzódik. Még mindig benne vagy a körhintában, és ebből most ki kellene lépni, ezt le kellene zárni. A koporsó az lehet egy régi dolog is, emlékek a múltból, ezt is le kellene zárni. Itt a következő kártyán az ostor látható, ami fáj. Itt vannak fájdalmas emlékek a múltból. Ezt le kellene zárni. Amit az ostor még jelenthet jelenleg, ezek a félreértések, a viták, a veszekedések, és okos dolog lenne, egy okos döntés ezt lezárni. Jobb oldalon alul látható egy levél. Lehet, hogy valaki megbántott téged a múltban, mert írt neked olyan dolgokat, ami nem a valóság, vagy ezzel megbántott téged. Akkor szállj ki a körhintából, zárd le ezeket a dolgokat. Azt is jelenthetik a képek, hogy a múltban voltak viták, veszekedések, és most lesz egy hír, erre válaszolhatsz, hogy legyen újra kommunikáció kettőtök között. Amit a levél még jelenthet, egy dokumentum, vagy egy bizonyos szerződés. Ez lehet egy munkahelyi szerződés, ez lehet egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés is. Ezek a lehetőségek. Akkor kiszállhatsz a körhintából, elbúcsúzhatsz a munkahelyedről, vagy lehet egy költözködés. Itt vannak lehetőségek. A horgony jelenti a biztonság érzetét. És ott, ahol biztonságban érzed magad, azt meg kellene tartani. Amit a horgony még jelenthet, a munka és a hivatás, hiszen ezt is szimbolizálja ez a kártya. Amennyiben a munkahelyeden benne vagy a körhintában, és úgy érzed, minden nap ugyanaz történik, és fáradt vagy, és kimerült, és ha nincs kedved ehhez, hogy ez a körhinta téged tovább vigyen, ott maradj a munkahelyeden, akkor a levél lehet egy ajánlat,
lehet egy munkahelyi szerződés, megvan a lehetőséged arra, hogy változtass valamit a helyzeten. A felhő azt jelenti itt, hogy valami még átláthatatlan. Lehet, hogy még túl korai döntéseket hozni, hogy mitől búcsúz el, mit kellene megtartani. Semmi baj, van időd. A felhő jelent fél évet, tehát fél éven belül döntesz azon, hogy mikor állítod meg, és melyik életterületen ezt a körhintát. Ott középen látható a jeges medve. Jelenti a te erődet. Most megvan ahhoz az erőd, hogy fékezd a körhintát, és kilépj bizonyos helyzetből vagy helyzetekből. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van. Az is lehet, hogy ez a személy parancsolgat neked, előír számodra valamit, amire a levél utalhat. Ez lehet egy nő, ez lehet egy férfi is. Például a főnököd. Akkor zárd le ezt a kapcsolatot, vagy ne foglalkozz vele. Lépj ki a körhintából. Ott bal oldalon középen a virágcsokor látható. Ez jelentheti a növényeket. Lehet, hogy van kerti munka, bizonyos növényeket el kell távolítani, vagy lesz egy új virág, amit elültetsz. A virágcsokor az tulajdonképpen valami kellemeset jelent. Egy jó ajánlatot, egy meglepetést, egy ajándékot, és ebben bízhatsz. Hogyha kilépsz a helyzetből, akkor lesz egy jó ajánlat. Amit a virágcsokor még jelenthet, a szépség, vagy egy kreatív tevékenység, ahol ki tudod bontakoztatni magadat. Ez lehet a te hivatásod. Felül bal oldalon megjelenik ez a hölgy, és ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya téged szimbolizál. Te döntesz. Az is fontos, hogy mások észrevegyenek téged. Amennyiben egy férfi vagy, akkor ez a hölgy segít neked ezekben a változásokban vagy döntésekben. Ott felül látható, hogy kisüt a nap. Ez jelenti a szép kisugárzásodat, mások észrevesznek téged. A nap az megvilágít bizonyos életterületeket, segít a döntéseknél. A gyűrű az jelentheti a házasságodat, vagy az ő házasságát, ahol a nap megvilágít valamit, kiderül a valóság. A gyűrű jelentett bizonyos kapcsolatokat, vagy szerződéseket is, és a nap megvilágítja ezeket a dolgokat. Amennyiben párkapcsolatról van szó, akkor megvan a vonzalom kettőtök között. Sőt, a nap azt is jelenti, hogy megbízhatsz benne. Ha szerződésekről van szó, akkor a nap ezt is megvilágítja, átlátsz ezeken a dolgokon. Nem tud senki becsapni téged. Ott jobb oldalon felül ez a férfi utal a lelki társadra, vagy utal a férfiakra. Ami szép ennél a kivetésnél, hogy a nő és a férfi megjelenik, és az jelenti a párkapcsolatot, hogy ő odafigyel rád, és ez a férfi értékes számodra, ami összefűz benneteket, az a nap és a gyűrű, a kapcsolat, és megvan ez a kisugárzás, megvan ez a vonzalom kettőtök között. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a jóslás, örülnék annak, ha lájkolnád,
vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze, leírhatod a véleményedet a kommentárba, hogy tetszett ez a jóslás, vagy látogass meg a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!